Sziasztok, Hupuci Péter vagyok, és ez itt a vlog. Oké, a mai vlogot kezdjük gyorsan két kérdéssel, amivel már régóta adós vagyok. Az első kérdést egy másodperc, és mindenki keresem. Igen, a legutóbbi vlogban bemutattam egy akciókamerát, az SJ Cam M Plus 10, vagy valami hasonlót, ami egy igen csak ígéretes, talán ígéretes alternatívája lehet a Hero Session-nek, pont. És az a kérdés, hogy az a kérdése Kanizsán vlognak, itt láthatjátok a kérdést, hogy hol lehet ezt megvásárolni. Na most kedves Kanizsán vlog, az a helyzet, hogy bárhol meg tudod vásárolni ezt az akciókamerát. Szerintem van a MediaMarktban is, azon kívül, ha rákeresel online, bármilyen online üzletben meg tudod találni, illetve tudom ajánlani még az eBay-t, illetve az Amazon-t. Ők is, ott is biztosan vagyok benne, hogy megtalálod, akár használtad, akár vadonat újat keresel. Igen, Gyulai Dániel kérdezi, hogy neki van egy SG 4000-es akciókamerája, és hogy az jó-e vlogolásra. Hát kedves Dániel, illetve azok, akik azon gondolkoznak, hogy akciókamerával vlogoljanak, a válasz igen és nem. Igazából lehet vele, mivel hogy képes hangot rögzíteni és képes képet rögzíteni, és ha jól tudom, akkor még külső mikrofont is tudsz hozzátenni, úgyhogy össze lehet belőle hozni egy vlog felszerelést, ami annyira nem is gagyi, meg nem is rossz. Én személy szerint csak kiegészítésképpen használnám, ahova éppen a nagy kamerát nem tudom elvinni, vagy nem fér oda, vagy magamra szerelni éppen olyan helyzetekbe. Szóval inkább kiegészítő kamerának használnám az akciókamerát, de ha nincs más kéznél, akkor szerintem tökéletes vlog felszerelést lehet ebből is összehozni, így a legelején, aztán persze, ahogy majd látod, hogy mennyire lehet megengedni magadnak esetleg befektetni egy jobb kamerára. Hú, nagyon izgulok, hogy milyen lesz. Szóval az esztergomi kirándulásunk után, amikor sikerült majdnem összetörjem a drónt, hál' Istennek nem történt semmi baja, ez az egy kis karcolás kivételével. Szóval minden rendben van, ja, meg persze néhány propeller ugye elrepet, illetve eltört, azt ki kellett cseréljem. Viszont az a helyzet, hogy az egyik propeller megint, illetve nem megint, hanem valami úton, módon repet volt. Most ezt nem tudom, hogy összekavartam, vagy mi történt. A lényeg az, hogy most el volt repedve, és úgy döntöttem, hogy rendelek hozzá egy teljesen új szettet. De nem a hagyományos szettet, majd mindjárt megmutatom. Szóval először is kibontjuk a levelet. Levelet? Hát nem levél lesz, hanem csomag. Szóval itt van benne az új propeller. Most ezekről azt kell tudni, hogy nemrégiben a DJI kiadott egy vadonatúj drónt. Illetve ennek az én drónomnak, a DJI Mavic Pro-nak egy továbbfejlesztett verzióját, ami szerintem annyira nem lett továbbfejlesztve, csak más anyagokból lett összeépítve, illetve más a színe, meg egy picikét kitolták a repülési időt fél órára, ha jól emlékszem. Kapott új propellereket is, ami egy picikét csendesebbé tette magát a drónt, illetve a zajokat, a motoroknak a zaját. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy rendelek hozzá olyan propellert, ami kicsit csendesebbé teszi az én drónomat is, úgyhogy most ezeket tartom itt a kezemben, mindjárt kibontok egyet, megnézzük, hogy néz ez ki, és szóval így néz ki ez az új fajta propeller, annyi, hogy itt egy picikét ez rugalmasabb, illetve az alakjában egy picikét más. Mindjárt leveszem és megmutatom nektek, hogy ez hogy néz ki a régi, és akkor összehasonlítom a kettőt. Mutatom akkor a különbséget, szóval itt látható a két propeller egymás mellett. Amit látjátok, ez a gyári propeller, ez jön a Mavic Pro-val, ez pedig az új Mavic Pro Titanium, vagy Platinum, vagy valami hasonló a neve. A két lapátot, hogyha egymás mellé teszem, akkor láthatjátok, hogy az eredeti
az egy kicsit vékonyabb, keskenyebb, illetve nincs is neki ez a kis pöcök itt a végén, ami miatt elméletileg sokkal csendesebb, és ezt látjátok, hogy sokkal vastagabb is, úgyhogy különbségében ennyi a két propellernek, ennyi a különbsége, viszont mindjárt megnézzük, hogy hangügyileg hogy állunk vele, hogy mennyire redukálódik le a hangja a drónnak ezzel az új propellerrel. Szerintetek jó ötlet, hogyha itt most ide bent fölreptetem? Próbáljuk ki. Oké! Akkor most következzen a történelmi pillanat, amikor remélhetőleg nem fogom összetörni a drónt ide bent, illetve nem is fogok összetörni semmit ide bent. Szálljunk fel! Sokkal csendesebb, mint az előző propellerekkel. Nem olyan brutál csendes, tehát nem gondoltam én sem azt, hogy néma csend lesz, de azért sokkal csendesebb, szerintem. Nem tudom, hogy ti hogy halljátok. Hát úgy gondolom, hogy nem olyan rossz befektetést csináltam ezekkel az új propellerekkel. Legalább van új propellerem, ami nincs megrepedve, meg egy kicsikét csendesebb is lett a drónocskám. Na most csak azért, hogy tudjátok, ezt nem csak én találtam ki, hogy az új propellert, az új Mavicnak a propellerét rászerelem erre az én régi Mavic Pro-mra. A gyártó oldalán utána néztem, teljesen kompatibilis az új propeller ezzel a Mavic-kal is, úgyhogy bátran meg tudjátok rendelni, vagy megrendelhetitek és kipróbálhatjátok. Nem buheráltunk, nem modifikáltunk semmit, tehát gyárilag ez ide passzol. Köszönöm szépen, hogy ezúttal is velem voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Láthatjátok, itt van ez a két propeller. Az egyik ez az eredeti, ami a Mavic Pro-val jön gyárilag. Ez pedig az új. Ez most szopat, így nem ez a kamera, vagy most mi van vele?